haladjanak, első órájában békével jussanak. Valahány háznak lakosai vannak, az Isten áldása térüljön magukra. Szabad-e betlehemezni? Szabad! Az ostya a karácsonyi vacsora része volt. A tanító, még régebben a pap, karácsony böjtjén az iskolás gyermekekkel minden családnak ostját hordott. A családok ennek fejébe különböző terményeket, babot, lisztet és egyebeket adtak a tanítónak, mint díjlevelébe foglalt járandóságot. Öröm és békesség legyen Urálháznak, mint Isten angyala mondván tanítóknak. Én is tanítóként hoztam az ostyákat. Fehér szín jelzi Krisztus tisztaságát, a zöld szín az ő ártatlanságát. Piros életünk szemére hullását, sárga a keserű poharát és halálát. Ezeket mondván az Úrnak, nagy hálákat mondok, és boldog ünnepeket kívánok. Thank you.
én jó reggel hajnalba megmosdottam minden vinnéjtől. Megkendőztem aranykendőzömmel, kimenék én ajtó mellébe. Föltekintek nagy magas mennyébe, nyitva láttam a mennyország kapuját, azon belül a mennyország ajtóját, és azon belül feljel egy rengőt. A szájával mondogatta vala, s a lábával rengerítette vala. Aludj, aludj Istennek báránya, mert te leszél világ. Édes kicsi Jézusom, idelén a nyárom első háztán voltam, hideg ravasodban sokat fagyoskodtam, egyéb ajándék nem hozhattam, hoztam egy szép, de szép fenyőszobát. Ó, édes kicsi Jézuskám, mivel én a nyárom második pásztor voltam, ide fenn nagy Naszályhegyen sokat fagyoskodtam. Nem hoztam hát egyebet, csak egy szép, de szép füstölcsnagy. Ó, édes kicsi Jézuskám, mivel én a nyáron bácsoltam, túrút, ordát nem hozhattam. Mert ezek a rossz pásztorok mind ellopkodták. Egyéb ajándékot nem hozhattam, csak ezt a szép, de szép, bogláros szíjat.
édes kicsi Jézuskám, mivel én a nyáron negyedik pásztor voltam. Hidegben sokat fagyoskodtam, egyéb ajándékot nem hozhattam, de hoztam egy szép, de szép dudaszú. És üldözte a kis Jézuskát, ki akarta írtani, nehogy elvegyik a királyságát. És mivel nem tudta, hogy a kis Jézuska hol van, ezért ölette meg a két esztendőn aluli kisgyermekeket. És akkor az angyal megjelent Józsefnek, és azt mondta, hogy vegye a gyermeket és az anyját, és meneküljön, mert a gyermeket Heródes meg akarja ölni. És akkor ők azonnal el is indultak. Sötét éjszaka volt, Szűz Mária kis Jézuskával szamárháton volt, Szent József vezette a szamarat. Szent József elszundikált mindenbe, és Szűz Mária azt vette észre, hogy gyertyáig mellettük. Figyelte, hát egy kis angyalka tartotta a gyertyát, és minden percben újabb kis angyalka szállt oda gyertyával. Szűz Mária megszólalt. Honnan jöttök? Azt mondja a kis angyalka. Betlehemből. Mi vagyunk, akiket Heródes megöletek. Nézd csak hátra, mi van Betlehemben. Szűz Mária visszatekintett. Nagy lángokat látott, ahogy a katonák futottak a fáklyákkal. Nagy sikoltozás volt, az anyák sikoltoztak gyermekeinkért. Tépték ki a kezükből. És ahogy a kicsit megölték, abban a pillanatban ott termett a gyertyáskával, világították az utat a kis Jézusnak, és éltek tovább a Hószentelésre.